Letelnek, vakolnak a szakemberek a horvát iskola második emeletén. Múlt héten az ablakpárkányokat, nyílászárókat javították, most a festőké a terep, de már a villany és vízszerelők is felmérték a teendőket. Ebből a helyiségből könyvtárszoba lesz, mondja az igazgató. Ez lesz a tervek szerint a könyvtár, mert hogy jelenleg csak egy kis tantermecskénk van, ahol rengeteg-rengeteg könyv várja a gyerekeket. Ebben a helyiségben tervezzük elhelyezni a könyveket, a könyves polcokat, és a hátam mögött lévő kis helyiséget pedig úgy szeretnénk berendezni, hogy az egy kis olvasóterem, akár foglalkozások megtartásához, tanulák megtartásához megfelelő lehessen. Szemben egy kémiaszertárt alakítanak ki, a berendezése mintegy 10 millió forintba kerül, amit pályázati támogatásból finanszíroznak. A kémia és biológia szaktanterem lesz majd, ami eredetileg is az volt a régi iskolában, oda már a bútorokat meg is rendeltük. A horvát iskola a volt Szent Györgyi Albert középiskola épületében kezdte meg a működését 2019-ben. Az óvodai csoportok mellett felmenőrendszerű általános iskolai oktatás zajlik itt. A tavalyi évet 6 osztályban 68 diákkal zárták, szeptembertől 18 elsőst fogadnak, mivel egyre több a tanuló, szükség van a második emeleti helyiségekre is. Az apropója a felújításnak az, hogy 7. osztályosok lesznek a legidősebb diákjaink, akiket az első emeleten még csak-csak el tudnánk helyezni, viszont a törvényi előírásoknak is meg kell felelnünk, így például természettudományos kabinetet is ki kell alakítanunk, és azt gondoltuk, hogy a bevált helyszíneket az alsóbb szinten nem szeretnénk változtatni, tehát mindenképpen aktuális, hogy ezt a második emeletet most rendbe rakjuk. Az újonnan kialakított tantermekben ősztől a 7-esek, jövőre a 8-osok, később pedig a gimnázium évfolyamok kaphatnak helyet. A távlati cél ugyanis az, hogy a gyerekek az óvodától az érettségig itt maradjanak. A felújítás állami támogatásból valósul meg. Ez egy 23 millió forintos beruházás lesz csak a munkálatok, illetve a fűtés korszerűsítésre van egy pályázati támogatásunk, egy 2 millió forintos támogatásunk, aminek azért is örülünk, mert így most egyben a felújítással a fűtés javítása is elkészül. Másrészt pedig reménykedünk, hogy egy kicsit a rezsicsökkentéshez is majd hozzájárul ez a felújítás. A második emeleti beépített szekrényeket jó állapotban örökölték meg, de van még mit tenni, be kell rendezni a tantermeket. Hátra van még a nagy ebédlő felújítása. Azt is megtudtuk, hogy ugyan távoztak az iskolából tanárok különböző okok miatt, de megvan az utánpótlás, jelenleg egy biológia-kémia szakos óraadót keresnek. A horvát nyelvoktatásban anyaországi pedagógusok segítenek.